Én sosem éltem ki fel a magánéletemet, mert nekem, nekem ez nem hiányzik. Itt az igazság pillanata, gyakorlatilag 360 napja együtt vagytok boldogan. Igen, ő nagyon-nagyon-nagyon jó ember, nagyon törődő, nagyon figyelmes, és azért euh, én az elmúlt időben voltam furcsa randikon, nagyon furcsa randikon, Nagyon nem volt egyszerű, és nekem voltak olyan pontok, amikor azt mondtam, hogy, hogy én inkább vagyok egyedül, mint hogy bárki mellett legyek, aki vagy visszahúz, vagy, vagy rossz érzést kelt bennem, vagy esetleg a hátamon akar felmászni. Úgy érzed, ő az igazi? Igen. Azt például láttam, hogy a, a a szüleim mindig a pénzen veszekedtek. És egyébként ez is vezetett a, a válláshoz, és annak akkor megfogadtam, hogy én anyagilag teljes mértékben független szeretnék lenni, hogy ne kelljen nekem valaha a pénzen veszekedni, mert nem volt jó ezt nézni. És akkor megfogadtam, nyilván egy gyerek feljel, hogy én szeretnék azért pénzt keresni, hogy magamnak vehessek ruhát. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Palikék Világa szóló, ezúttal velem, és Gelencsér tímeával. E Aki modell, műsorvezető, televíziós riporter, továbbá szépségkirálynő, vajon melyik címkének örülsz a legjobban? Amelyiket nem mondtad, a sportoló. <laughs> nem már. Igen, én tíz évig versenyszerűen sportoltam, én onnan indultam. Tehát ez minden, amit elmondtál, ez utána jött, és én szeretek a gyökerekhez visszanyúlni és azt érzem, hogy abban volt a legtöbb munkám, úgyhogy a sportolót szeretem a leginkább, de tényleg ezt emlegetik a legkevésbé. Annyira érdekes csupán, két hete ismerjük egymást, de amit láttam, és szerencsére hangot is adtál neki, műsorvezető szeretnél lenni. Ez a dédelgetett vágy. Abszolút azt hittem, hogy erre kattansz rá. Műsorvezető szeretnél lenni. Öm, igen. Mm, és már látnék. egy kicsit ugye el is indultam. Igen, 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 már azért kaptam lehetőséget, és ö, majd még szeretnék is a jövőben itt tevékenykedni. Nem egyszerű ez a, ez a világ, de szerintem te pontosan tudod, hogy hogyan, hogyan működik. Úgyhogy ö, igen, ez a vágyam, tehát hogy az út végén majd ezt szeretném, hogy elmondhassam magamról, hogy esetleg nagy műsorokat vezetek, meg ilyesmi, de hát addig lépkedek föl fel a lépcsőn. Milyen érdekes. A legrosszabb tulajdonságotként a türelmetlenséget jelölted meg, egyáltalán nem tűnsz annak, viszont mondod, hogy lépkedsz fölfelé, nagyon vársz rá, nagyon meg is érett a dolog, hiszen ugye az exatlonban háttér riporterként csillantál meg, miután ugye remekül teljesítettél mindent, ami egészen hihetetlen, hogy gyötrőnek tűnt nézőként, hogy hogy tudja ez a vékony lány, igaz Csupa Izon, megcsinálni ezt a sok-sok lehetetlen feladatot. Mi De ezt utána másképp éltük meg másképp... bent, egyébként mi nagyon imádtuk. Mi, mi nekünk ez nem volt akkora teher, mint kívülről az emberek gondolták, mert megszoktuk. Úgyhogy mi ezt nagyon élveztük, és sajnáltuk, amikor vége lett mert hogy azért valljuk be a kiugrásra, ez volt a legalkalmasabb. Igen. No, ha ott van ugye a világbajnokság, legalábbis Washingtonba eljutni, és a leg, legjobb húsz lány között végezni, az egy több mint szép eredmény, szépségkirálynőként. Ez történt 2016-ban. Mégis érdekes, ott van az egzatlan, ami abszolút mértékben híresített minden körben. Tehát gyakorlatilag mindenki nézte, oda szögezte szerintem Magyarország nagy többségét a tévéképernyők elő ez a műfaj. Szerinted miért? Egyébként nekem nagyon érdekes, hogy hogyan kerültem be egyáltalán az exatlomba, mert Ugyan. kellett hozzá a szépség királynő címem is, de kellett hozzá a múltam is. Először egyébként a Ninja warrior hívtak meg, mert szerettek volna egy ilyen szépség királynő ninját, és akkor itt a szépség királynő szalagomba így bementem ninja, ninjáskodni. Öm, Mit kell volt, úgy emlékszem. Igen, én... igen. Hát ott egy három hónapos a hírazgyúradás után nem olyan sokat vártam magamtól, de ahhoz képest egyébként egész sokáig eljutottam az első pályán. Nagyjából ott potyogtam le, ahol az összes lány. Úgyhogy így azt mondtam, hogy jó, ez nekem itt teljesen tökéletes volt, és ez kellett ahhoz, hogy az Exatlonnál gondoltak rám. Sokat tanultál Lacitól, Palik Lacitól. Fú, ez jó kérdés. Igen, hát végül is az Exatlon pályasztéli riportere voltam, és az volt az első olyan munkám, ami nem tévéműsorban szereplő, hanem műsorvezető, riporter, társ műsorvezető hívjuk, aminek szeretnénk. És akkor ő adott nagyon-nagyon sok tanácsot. És persze próbáltam megfogadni. Én emlékszem, én úgy mentem ki az Exatlonba, hogy még a mikrofont is rosszul fogtam. Lefogtam az antennát. Jaj, és az operatőr forgatott be, hogy akkor most testtel felé, feljel az interjú alany felé. Tehát, hogy én így mentem ki és ott nyilván mindenkitől szedtem össze a tapasztalatokat, a jó tanácsokat, és akkor is szépen lépésről lépésre összeszedtem, és a Laci is nagyon sokat segített szakmailag is, de lelkileg is, mert azért az első műsorvezetés azt szerintem lelkileg is nagyon megterhelő. Mi volt a legnagyobb támasz? Melyik az a mondat, amiben belekapaszkodtál? Emlékszem? Mm, fú, nagyon sok minden volt ami igazán erőt adott ahhoz, hogy ne, ahogy magadon is tudsz nevetni, ami nagyon nagy én hogy rosszul fogtam, rossz helyen a mikrofon, tehát hogy ne sutáskodj. Mi volt az a, az a kapaszkodó mondat, amikor egy picit úgy magadat leltél. Én, amikor az Instagramra készítek egy videót, szerinte akkor sokkal magabiztosabb és nyugisabb vagyok. És elmondtam neki, hogy azért, mert tudom, hogy az Instagramon olyan emberek követnek, akik szeretnek. Viszont a tévében olyan emberek is néznek, akik szeretnek, de olyanok is, akik nem. És emiatt volt bennem egy ilyen rossz érzés mindig. És akkor a Laci mindig erre próbált nekem, nekem segíteni, hogy találjak egy utat, hogy attól függ, hogy ez egy nagy kamera, vagy a kis iphone az ugyanaz, hogy emiatt ne aggódjak. Ez jó. Igen, tehát hogy így próbált úgy rávezetni, hogy megfogta azt, ami nekem úgymond az erősségem volt, és akkor átvezette így a, a tévés világba. Meg nyilván mindig mentem hozzá sírva, hogyha láttam ilyen negatív kommenteket, és mindig azzal nyugtatott, hogy, hogy hogy legalább, tehát, hogy oké, okay, hogy szídnak, vagy írnak valami negatívat, de legalább tudják, hogy ki vagyok. És Montosan. akkor mindig mondtam, hogy nem vigasztal, de köszi. El tudod ezt engedni, hogy mindenkinek megfelelni akarsz? Hiszen nem szerethet mindenki. Öm, nem. nem. Még mindig törekszerrel. Igen, és Igen, ez nagyon, nagyon rossz szóval. tulajdonságom. Te mikor tudtad ezt elengedni? Én ezt egy körülbelül tíz éve. Már rájöttem, hogy ha csak néhány jó ember szeret, az már a minden. Uh -huh. Mindenki nem szerethet, hiszen Ennyi ennek nem lehet megfelelni. Igen, ezt ezt én is tudom, tehát észre felfogom. De mégis van bennem egy olyan érzés, hogy ha nem teszek semmi rosszat, akkor uh -huh. miért tesz nekem bárki rosszat, már csak azzal, hogy ír nekem valamit, hogy valami olyat, ami, ami nekem lelkileg rosszul esik. Tehát én ezt, én ezt nem tudom megérteni, hogy miért van az, hogy valaki rosszat kíván a másiknak. Akár okkal, akár ok nélkül nem kívánunk rosszat a másiknak, de hogy nem nem, nem, nem tudom ezt megérteni, ezt majd, majd muszáj lesz, mert muszáj lesz elengedni. De szerintem egyébként jó úton haladok felé, aztán majd meglátjuk, hogy hova fut ki. Hát amilyen kis törékenynek hittelek kezdetben, azért felvetted ebben is szerintem nagyon szépen a kesztyűt, mert hogy kezeled ezt a problémát is. Pont igen. a minap adtál hangot annak, hogy ezt te nem tűröd. Egy bizonyos fokon túl a negatív kommentelők olyan retorikáját, ami már számodra megengedhetetlen, azért te fel fogsz lépni az ellen, ugye? Ö, igen, én kiállok magamért, azt gondolom. Emlékszem, volt egy ilyen iskolai történet, hogy az egyik osztálytársamnak eltűnt a, tol, a toltartója. És az akkori barátnőm rám fogta, pedig ő dugta el. És én nem álltam ki magamért, hanem körülbelül ezt így mondtam, hogy nem én voltam, de senki nem hitte el nekem, mert az a barátnőm az annyira hangsúlyosan mondta, hogy de ez a timi volt, hogy senki nem hitt nekem, hanem neki hittek. És emlékszem, hogy le kellett írnom százszor a füzetembe, hogy nem dugom el másnak a toltartóját, vagy valami ilyesmi mondatot. És hazaértem, anyukám kérdezte, hogy mit csinálok. Hát mondom, büntetés, de miért? Majd csak rámondtam neki, hogy pontosan mi történt, és a anya bement, rendet rakott, bevallott a barátnőm, hogy ő dugta el, és akkor tudod, így, így lett egy ilyen igazság. Tehát, hogy a végén, a végén igazság lett, de hogy én ott magamat nem tudtam megvédeni, mert senki nem hitt nekem. És és én azóta megfogadtam, hogyha bármi igazságtalanság ér, azt én nem fogom hagyni, mert, mert ez a gyerekkori, nem tudom, emlék, az így, az így rosszul lesz. Kisebb trauma. Igen, és, és akkor én úgy voltam vele, hogyha valami olyan igazságtalanság ér, akkor én ezekre fogok állni, és pont. Ha már édesanyádat említetted, egy nagyon erős, nagyon markáns személyiség, aki úgy őrzött benneteket a három leányt, ugye van két testvéred, két De. leány testvéred ráadásul, és furcsa mód, te gondoskodsz róluk, miközben anyukátok hármótokról, nagyon erőteljesed, holott a két nővéred, ugye mind idősebb nálad értelemszerűen, Igen. ha már nővér, mégis te gondoskodsz róluk. De ez édesanyától jött. Ez a fajta vágy. Fú, hát hogyha én visszagondolok a gyerekkorunkra, akkor mi egyébként nagyon szépen voltunk nevelve, azt gondolom. Mi hárman vagyunk tényleg lánytestvérek, egy-egy év van közöttünk, tehát tényleg szinte Semmi. össze vagyunk nőve a mai napig, nagyon szeretünk együtt programozni. Viszont mi anyagilag egyáltalán nem voltunk elresztve, sőt. És, és a olyan emlékeim vannak, hogy mondjuk a legidősebb nővére Morsi, ő kapott egy farmernadrágot, amit megörökölt hajni a középsőtesom, és aztán jöttem én. És mire hozzám ért az a farmernadrág, már kinyúlt, már kopott volt, már széthordta mindkét tesóm, sőt volt, hogy örököltük ezeket a ruhákat, tehát akkor már az unokatesóm még is hordták, és még a nővérem is mire hozzám jutott. És, és én akkor megfogadtam, nyilván egy gyerek fejjel, hogy én szeretnék azért pénzt keresni, hogy magamnak vehessek ruhát. Tehát innen indult el az a vágyam, hogy hogy szeretnék pénzt keresni, és szeretnék úgy magamról gondoskodni. Nyilván ez, még gyerekként azért az még odébb volt, amíg ez megtörtént, de, de hogy akkor volt bennem egy ilyen vágy. És így, így valamiért elindultam ezen az úton, Utána egyébként, ami, ami miatt nagyon-nagyon szerettem volna önállósodni, az például láttam, hogy a, a szüleim mindig a pénzen veszekedtek. És egyébként ez is vezetett a, a válláshoz. És akkor megfogadtam, hogy én anyagilag teljes mértékben független szeretnék lenni, hogy ne kelljen nekem valaha a pénzen veszekedni, mert nem volt jó ezt nézni. És akkor én én nyilván. Ezt én elképzeltem, és egyébként én hiszek a vonzás törvényében. És, és most már meg azt érzem, hogy ha tehetem, akkor szeretnék segíteni mindenkinek, akinek tudok, de akár lelkileg, akár egy tanácsal, akár csak mondjuk én nagyon jövök, megyek a világban, szeretek utazni, tapasztalni, és ha csak ezekben segítek a családomnak, már az is szuper. A szüleid válásához szó szerint az anyagi nehézségek vezettek? Ennél is. talán bonyolultabb? Is, igen. Mm. Igen, és én emlékszem, hogy akkor, amikor veszekedtek, tényleg nem, egyébként próbáltak ezt itt tőlünk távol tartani, de nem tudtunk mindenről, tehát nem tudtunk úgy tenni, mintha nem történne meg. De, de ott is mondtam, hogy majd a kölcsön, tudod, amikor felvesznek a kölcsönt, és akkor törleszteni hogy bár csak keresnék annyi pénzt, hogy tudjam fizetni ezt a hülye kölcsönt, hogy ne veszekedjenek, de hát akkor nyilván ilyen 10x évesek voltunk, tehát erre nem volt lehetőség. Akkor ez a fajta erő, ami a sport felé, és minden sportágban szinte jeles, ez amit elkezdesz, az úgy vettem észre, hogy az megy valamitől, gyakorlatilag egy pillanat alatt mert hát nyilván testudatos vagy, nagyon korán kezdted. Melyik volt az első sportág? Hú, én jazzba nem is a FitKid. Nem, és aztán tíz évesen egész későn találtunk rá a FitKidre, egy iskolai fellépésen ugrott egy lány egy kéznéküli cigánykereket. Mondom, na olyat én is szeretnék ugrani, az akrobatika nagyon-nagyon tetszett, és akkor kezdtük el a FitKidet. Mind a hárman egyébként a tesóimmal együtt. Öm, egyébként annak nagyon örültünk, hogy a szüleink mindig öm, dolgoztak azért, hogy mi sportolhassunk. Mert ez nem egy olimpiai sportág, itt nem volt pénznyeremény, itt, itt ez inkább ráfordítás volt, de imádtuk ezt a sportot, és ezt mindig lehetővé tették nekünk. És akkor, akkor kezdtük el a fitkedet, mind a hárman nagyon szerettük, és szerencsére sikeresek is voltunk benne. Mm, azt sajnálom, hogy mivel nem olimpiai sportág, így sosem vették annyira komolyan az iskolába, a felvételénél se kaptam érte mindig egy ilyen jogottanuló, jó sportoló címet kaptam a sulitól, de az exatlonban jó volt. Tehát tudod, Timi, mi a furcsa? Tehát annyira jó kislány szerepben látlak. De hát ennyire nem lehet valaki tökéletes. Nem, egyébként azért tegyük hozzá, hogy a jó tanuló, jó sportoló címmel nagyon sok beírásom is volt az, jó, az iskolában. Hát éjjel, volt nem az szólt a fáma. A magatartásom sosem volt a legjobb, mert én ilyen, nem tudom, én ilyen kis vad kisgyerek voltam, aki érvényesíteni akart az akaratát bármi áron, ami néha beírással járt. De, de hogy talán ez az, amit így el tudok mondani, hogy mivel én, tehát mi hárman voltunk lánytestvérek, de, és én voltam a legkisebb, de nem az elkényeztetett kicsi voltam, aki mindent megkapott és mindent alátettek, és a többi, hanem nekem mindig küzdenem kellett a két nővéremmel, hogy menjek utánuk, ezért bennem teljesen más, milyen ilyen akaraterő van, amikor az akaratomat Nagyon akarom sok. érvényesíteni. Úgyhogy, úgyhogy emiatt azért a suliban néha kaptam egy-két intőt, meg anya is bement egyszer-kétszer, de, de hát ennyi baj, legyen. De tüzön-vizen átmész. Én nem el is hiszem neked, amikor azt mondod, hogy híres műsorvezető szeretnél lenni, aki, hogy fogalmaztuk meg a múltkor, hogy egyedül, akár több ezer ember előtt egy magában viszi a bulit, ott vagy a színpadon. Na most szerintem erre nem is kell olyan sokat várni. Mert tudod, mit akarsz. Ö, igen, csak ez mondjuk nem olyan, mint a sportban, hogy, hogy mondjuk második lettem a versenyen, nekem volt egy olyan verseny, ö, versenyidőszakom, nyolc versenyben nyolcszor második lettem. És akkor tudtam, hogy azt kell csinálnom, hogy nehezebb elemeket kell megtanuljak, jobb technikával kell kivitelezzem, stb. Tehát ott tudtam, hogy nekem mi a dolgom, de azért a műsorvezetésben kell kapnod egy lehetőséget. Amit én meg tudok tenni, például beszédtechnikára járok, vagy visszajutok az egyetembe, kommunik egyetemre kommunikáció én médiát tanulni, vagy nem tudom fejleszteni magam ilyen-olyan úton, ezeket én megteszem. Úgyhogy igazából a kettőnek együtt kéne működnie, hogy elérjem ezt a célomat. Még, még ez kicsit várat magára, de, de kitartó vagyok, úgyhogy biztos, hogy kívánom. Ugyanúgy egy hazai egyetemre jártál, ám mégis nagyon érdekes, amit egyszer nyilatkoztál. Nem ilyen életet szántam magamnak de közben pedig ott van a másik mondat, gyakorlatilag a közelében, mindig is színészni és műsorvezető szerettem volna lenni. Igen. Hát gyakorlatilag, csak a színészkedés nem teljesült még. Egyébként kipróbáltam, tehát jártam a New York Film academy a Los Angeles-i kampuszára, uh -huh. oh. és, és egyébként tetszett, de én azt vettem észre, hogy egyébként sok is vagyok a kamera előtt, tehát hogy ott ilyen kis nüancni, kis mimikák kellenek. Meg aztán rájöttem, hogy én nem más embernek a bőrébe szeretnék bújni, hanem a sajátomban szeretnék maradni, és esetleg a saját gondolataimról beszélni, vagy hogy én mit gondolok a világról, vagy emberek elé és műsort vezetni. Úgyhogy inkább ebbe az irányba indultam el. És egyébként a színészkedés is tetszik, meg volt egy-két apróbb lehetőségem, de inkább, inkább műsort vezetnék. Mondod magadról, hogy kicsit sok vagyok. Igen, a filmhez, persze, ha a film forog, oda nagyon finom, visszafogott mimika és gesztusok ellenek, meg eszközök. Viszont a szimpatos, legkevésbé sem. Oda lehet sok egygelentsértémi. E, igen, de az teljes off, mert borzalmas hangom van. És elvileg a színészeknek énekelni is tudni kell, főleg az ilyen műzikelekbe, meg a színművészetire is feltétel, úgyhogy azt, hogy elengedtem elég hamar. Azért a próza, azt hiszem, hogy még nem kell ezt teljesen elengedni. Jó, de és kavics, valamiképpen szerintem maga a műsorvezetés is, és amire nagyon készülsz. És hát nagyon okosan, tehát retorikát tanulsz, ugye beszédtechnikát, oly sok minden, kommunikációt, ami az alapja lenne. De én úgy érzem, hogy jól bánsz az emberekkel, alapvetően egy kedves személyiség vagy. Én nem látom ebben a történetben a mérges Timit. Mikor, mikor mérges Genecsek Timit? Mondd el. Fú, ja, egyszer láttalak. Na, mikor? Összekülönböztél az Ázsia Expressben valakivel, de azt is olyan higgadtan, hogy nem értettem, mi ez a kibillenthetetlenség. Igen, utólag én sem értem, hogy maradtam ott olyan higgad, de szerintem sok, a sokos állapotom voltam egyébként. Ö, az igazságtalanságot nem bírom. Tehát én akkor nagyon fel tudom húzni magam, de tényleg akár igazságtalanság történik velem, emberekkel, ismerősökkel, állatokkal, tényleg bárkivel. Tehát hogy az, hogy, hogy nekem ez az emberi gonoszság az, amit nagyon-nagyon fel tud húzni meg, meg én kis apróságokon tudom felhúzni magam, tehát közlekedés közben, amikor, amikor valaki bénázik, és én majdnem, nem tudom, belemegyek, Üm, és akkor nyilván az én hibám lenne, de azért, mert ő kacskaringózik előttem, úgyhogy az ilyenek... Mi csinál. mit Kiabálsz? Láthatunk téged esetleg a villamos mellett menni az autó, is nagyon kiabál. nem, kiabálni, nem csak így fújtatok. Hogy... És nem ütöd a kormányt. Jó? Ö, ha a Duda. Ha ha Csak, így, egyébként sokszor én szoktam dudálni amikor látom, hogy valami baj jön, de hogy egyébként sokszor jól jön, mert valaki elkezdi váltani a sávot, de hogy én jövök. És akkor csak megnyomod a hátra nézi, jaj, észrevesz, és visszamegy. Tehát, hogy, hogy néha egyébként jól jön, de csak itt így, így picit figyelmeztetve, tehát nem az, hogy, ráfekszem, és akkor nyomom, de nem szoktam kiabálni, hanem inkább csak így mérgelődöm, hogy ne veszélyeztessük egymást, sem egymás életét, sem egymás autóját, hanem tényleg figyeljünk oda. Hát olyan vagy most már tényleg, mint egy ilyen hihetetlen jó szolgálati nagykövet. Tehát ugye a, a Cuki Timi, aki még a mérgessége is oly enyhe, hogy, hogy megbocsátható. Nekem Mégiscsak tudnom kell valamit. Na. Tehát itt van egy ilyen különleges lány, aki igen, testudatos, mindent elértél. Azokban a sportágokban, amit választottál, tényleg egyenként mindegyikben gyakorlatilag a csúcsra törtél. Szépség királynő vagy, nem is akár. A legrangosabb versenyek egyikén Washington első húsz között nagyon kevés lány végzett Magyarországról, akit delegáltunk. És annyira békés természeted van, miközben tudatosan ilyen fiatalon el tudtad rejteni a magánéletedet egészen egy éven át, és nem tudom megfejteni, hogy tanács áll-e mögötte, vagy saját elhatározásból. Hmm, a saját elhatározás volt alapvetően, tehát én sosem éltem kifele a magánéletemet, mert nekem, nekem ez nem hiányzik. Tehát az, hogy, hogy én mondjuk boldog vagyok a saját világomban, az úgymond rám tartozik, itt van egy ilyen határ. Én nagyon szívesen megosztom a mindennapjaimat, a munkámat, a sportot, a motivációt, az állatokat, a jótékony vonalat, bármit nagyon szívesen, de a magánéletnek a, nem véletlenül magán igen, De onnantól, hogy most is látnak téged, ugye, és rengetegen látnak, onnantól ez gyakorlatilag nem őrizhető. Tehát egy picit, picit illik adni, úgymond, és ezt meg is tetted. Egyéb teljes hallgatás után is hihetetlen, hogy meg is néztem következetesen minden egyes interjúban azt mondtad, ha majd lesz érdemben miről beszélni, majd megteszem. Igen. Miközben már rég volt Mátyás, Igen. az igazságos. <laughs> Na, itt az igazság pillanata. Gyakorlatilag 365 napja együtt vagytok boldogan. Hát direkt úgy fogalmaztam, hogy nagyjából, mert én nem szeretnék így pontos dátumokat mondani, de, de igen, és én szerettem volna ezt titokban tartani. Nyilván eleinte azért aggódtunk, hogy nehogy az legyen, hogy valaki lefotóz, és akkor az internetről derül ki, és akkor utólag magyarázkodhatok, de hál' Istennek nem volt én, igen. és egyébként én ennek nagyon örülök, mert jó, volt egy-két lány, aki így kommentelgetett, hogy láttunk a pároddal, akkor miért mondott, hogy szingli vagy, és akkor én már nem mondtam, hogy szingli vagyok, én csak annyit mondtam, hogy, hogy nem beszélek a magánéletemről. De hogy ők is írogattak nekem, meg nem tudom, de fotót nem küldtek be mondjuk az újságnak, úgyhogy ez egyébként azért hálás vagyok, mert, mert így én mondhattam el. És én szerettem volna kivárni ezt a pillanatot, én szerettem volna biztos lenni a dolgomban, meg, meg el is mondtam, de nem lesz minden egyes pillanatunk kint a, a médiában, mert mert azt gondolom, nem tudom. De nem van egy ilyen, hogy ezt is szeretném megtartani magamnak. <laughs> És valójában majdnem teljesen sikerült. És mint az okos lánya mesében, kicsit adtál is, meg kicsit nem is. Hát igen, mondhatjuk így is. Kimi, viszont ö, olyan szép volt az a mondat, hogy tervezted az életed, uh -huh. hogy 32 éves koromra írtad Édesanyja szeretnék lenni. Tényleg? Ezt. Hát legalábbis. Ez jó pár éve. Hát igen. Egyébként még nem lehetetlen. Még nem. És még benned van ez? Hiszen. Hát akkor mi a prioritás? Én akkor gondolkoznék a családalapításon, hogyha a karrieremben elértem egy olyan pontra, hogy azt mondom, hogy na most tudok tenni egy kis szünetet. Mert amíg nem érek oda, addig addig nem érzem azt, hogy hogy mondjuk, hogy elmegyek a szünetre, akkor vissza tudok térni. Nyilván több lábon állok, tehát van ez a műsorvezetői vonal, hmm. van ez az influencer vonal, amit, amit egyébként én annyira nem szeretek, mert... Nem látszik. Öm, nagyon lelkesen. Egyébként Műnyelem. azt a részét nagyon szeretem, hogy kreatív lehetek, hogy elkészíthetem a tartalmakat, hogy, hogy benne lehet az én saját személyiségem is, de a másik oldalon azért lelkileg nagyon nehéz az, hogy nem tudod, hogy egy, hogy egy márka miért kér föl. Azért kér föl, mert... Öm, Azonosul veled a személyiségeddel, meg azzal, amit csinálsz, vagy azért, amilyen számokat hozol. Hm. És inkább az utóbbi gondolnám. És azért ez így megterhelő lelkileg, hogy hogy vajon most akkor az én személyem miatt kértek erre föl, vagy a számok miatt. És, hm. Tehát én ezt a részét nem szeretem, de azt, hogy hogy mindig kitehetek valamit, amit amit én kreáltam, vagy én találtam ki, azokat nagyon. De hát ugye ez is egy lufi, ami bármikor kipukkadhat, tehát soha nem tudjuk, hogy, hogy merre vezet meg még van egy-két dolog, amiket így csinálok, de hogy nem érzem azt, hogy hogy egy, egy ilyen stabil valami lenne mögöttem, amiből kimernék szállni és családot alapítani. Hát most van egy stabil valami, illetve valaki mögöttem. Hát valaki átjás. van. Ez én mint ugye, hát megütötte a fülemnő vagyok, hogy igen, ő nagyon is vigyáz rám. Ilyen ő, ilyen érzékeny? Igen, ő nagyon-nagyon jó ember, nagyon törődő, nagyon figyelmes, és azért én az elmúlt időben voltam furcsa randikon, nagyon furcsa randikon, pedig én nagyon kevés emberre jutok el arra pontra, hogy már egy randira elmenjek, mert addig is SMS-ezünk, tehát nekem mondjuk nem ír helyesen az, hogy nem megyek -e randizni, mert nagyon zavar. Lelombozó tud lenni. Igen, Na, hát igen, ide. tehát hogy ilyen, ilyen, apróságokat kiszűrök az elején, és mire eljutok egy randira, már úgy nagyjából megismerem, de még ott is tudok ö, csalódni, meg ilyen nagyon fura emberekkel találkozni, hogy tudom én beközni a második találkozásunk alatt, hogy ő ismert szeretne lenni. Ó, jaj. Mondom, akkor hajrá. Hogyan teszel különbséget? 2019 óta ugye ismer az ország apraja nagyja, Exatlon óta. Innen datálható. Azóta volt jó pár, Mátyás előtt, ugye? Igen. Jó pár, Randi, de ahogy mondott furcsák, és melyik volt a legképtelenebb, és hogyan teszel különbséget, hogy a hírességgel az ismert hölgyel szeretne találkozni, vagy ez a, ez a cserfes, vidám, Igen. szép leány hát őt, nem, nem, nem volt nem. egyszerű egyszerű. Egyáltalán nagyon nem volt egyszerű, és nekem voltak olyan pontok, amikor azt mondtam, hogy hogy én inkább vagyok egyedül, mint hogy bárki mellett legyek, aki vagy visszahúz, vagy, vagy rossz érzést kelt bennem, vagy esetleg a hátamon akar felmászni, vagy tehát, hogy ezeket megtapasztaltam, és azt mondtam, hogy nekem ebből nem kell. És, és, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor én majd leszek egyedül, és hogyha jön valaki tényleg olyan, aki mellettem áll, aki támogat, aki, aki hogyha rossz kedven van, tud olyat mondani, hogy, hogy jobban érezzem magam, akihez, ha szakmailag fordulok, akkor is tud segíteni, akkor azt mondom, hogy, hogy jó, akkor próbáljuk meg. És akkor nyilván ebből kialakul minden érzelem is, és a, a Matyinál ez megvolt, mert, mert nekem tényleg valaki olyan kellett, egyébként pont, hogy azt mondjuk az újságírók nagyon furán fogalmazták, mert hogy én, egy, én nem a saját korosztályomban kerestem volna, mert pont emiatt, hogy éret legyen, intelligens legyen, egyébként vicces legyen, stb. Én egy, egy tudom, egy hét évvel idősebbet tíz évvel idősebbet gondoltam Nekem volna. Mindenre van. Nekem mindenre Nekem mindenre tervem hát, van. De, de, az de nem törös. úgy alakul, ahogy tervezem, látod? De nagyon komoly szinte. Egy Excel táblát látok előtt, tehát, hogy a genetikai minden megtervezett az életében, de még ezt is, hogy 7-8 évkor különbség legyen. Igen, igen, mert hogy én azt, azt gondoltam, lett. hogy az az a korosztály, vagy az az a, az életkor, ahol már azért kicsit le vannak nyugodva a férfiak, nem hűítőnek, nem a szerepségre vágynak, normálisak, értelmesek, van élet céljuk. De aztán végül is Matyi három évvel idősebb nálam, úgyhogy, úgyhogy végül is sikerült a saját korosztályomból találni valakit, akiben mindez a sok tulajdonság pedig megvan. Úgy érzed, ő az igazi? Hogy... Igen. Igen. Tehát én nem, én nem tenném le a voksomat valaki mellett, akiben nem hiszek teljes mértékben. Tehát nem, én, én nem vagyok az a fajta, aki, aki, ugrál kapcsolatok között, vagy, vagy rövid kapcsolatai vannak Én egyáltalán nem. Nekem nagyon kevés volt, de azok inkább hosszabbak. Édesanyádnak volt a -e legfontosabb bemutatni? Én anyát nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tehát tényleg, tényleg ilyen szuper anyu. Én, én majd ilyen szeretnék lenni, ha én is anyuka leszek egyszer. Tehát nekünk nagyon szoros a kapcsolatunk. Nyilasba a kapcsolat az így, az így, nagyon szoros. Mindenről tud. Tehát, hogy ő az, aki, aki mindenről is tud az én életemben. És semmit nem titkolok el előle, mindent meg lehet vele beszélni, mindenben tanácsot ad. Mondjuk néha már olyan tanácsokat tud adni, hogy mondom neki, hogy jó anya, ez lehet, hogy húsz éve jó volt, van nem. Mondj egyet. Például Matyival kapcsolatban. Nem, Maty, ilyes, de nem, 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 ilyen kapcsolatszinten nem, ö, inkább így a, a karrier karriervonalban, ami mondjuk az influencerkedés, vagy a social media, vagy a stb., ami, amit az ő, ő, már, az ő korosztály már nem annyira ért. Tehát, hogy látja, jelen van, de nem biztos, hogy annyira ért hozzá, mint hogy mondjuk... Ö, neki mondjuk a lexikális tudása hatalmas, tehát a szerencse kereket azt úgy nézzük, hogy kettő betű meg van belőle, és, 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 és megitalálta. Tehát, hogy nagyon-nagyon okos. És akkor eb, tehát, hogy így ilyen szempontból nem mindig tudom megfogadni a tanácsát, ami a mai dolgokat érinti, de a régi dolgok, meg a kapcsolat, meg az emberi dolgok, meg az emberekhez való hozzáállás, ott mindig nagyon jó dolgokat jó mond. Jó emberismerő édesanyát kétségtelen. Már látom, mit kaptál tőle. Erőt, szervezőkészséget, gondoskodást, mindent. apukától mit kaptál? Öm, hát apa nem annyira jött velünk gyerekkoromban így a versenyek. Anya volt az, aki mindig velünk volt. Tehát ő vitt a versenyekre, ő vitt fogszabályzásra, ő vitt személyzetre, mindenhova anya vitte. Tehát hogy ezt így megszoktuk, hogy apa reggel elment dolgozni, este hazajött, meg anyával jöttünk, mentünk állandóan. Tehát hogy... Öm, nem láttad sokat akkor? Öm, hát így reggel este, meg reggel mindig ő vitt basuliba, amikor hm. ment dolgozni, de... De apa meg, meg nagyon sok egyetemet végzett, egyébként ő kint tanult Kuwaitban is, perfekt arab, perfekt angol, nem tudom hány diplomája van, ilyen summa cum laude van, meg ilyenek. Tehát egyébként a szüleim részéről állandóan az ment, hogy tanulni, tanulni, tanulni. És én amikor leérettségiztem, és elkezdtem dolgozni így a médiában, meg műsorokban, meg minden, akkor folyamatosan azt mondták, hogy ez tök jó, de tanuljál. És én mondtam, hogy de nem látjátok, hogy tök jó le vagyok, és egyébként azt csinálom, amit szeretek? Hmm. És kellett hozzá, nem tudom, mikor érettségiztem, arról, sem tudom, de kellett hozzá pár év, hogy rájöjjek és igazat adjak nekik, hogy tök jó, amit csinálok, és tök jó, hogy ezt szeretem, de mégis kell az a tudás, amit egy egyetem tud megadni, és hosszú távon több legyek tőle. Én még kérdezek valamit. Matyival nagyon komoly a kapcsolat, nyilvánvaló, hiszen ha ennyi erőt és energiát, meg ügyeskedést belefetszöltél, hogy egy évig titkold, és körmönpontan kellett fogalmaznod mindig az interjúban, hogy ne hazudj, de egyébként meg rejtsd el. Igen. Azért ebben már annyi munka van, hogy tényleg becses lehet számodra. Jön egy felkérés, mondjuk pár hónap múlva, hogy fél évre utazz el egy exatlon típusú, vagy bármilyen, mondjuk az operencián túl forgatott nagy produkcióra. Itt tudnád majd itt hagyni, hiszen őt a vállalkozása ide köti. Képzeld el, hogy ha én azt mondanám a Matyanak, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, de, de nem szeretnék kimenni, hiába vágyam, álmom, mondjuk levezetni azt a műsort, nem tudom, ő mondaná azt, hogy viszont én szeretném, hogy te menjél. Hú. Igen. E friss szerelem elbírja ezt? Én azt gondolom, hogy ha van ott bizalom, és van őszinteség, és van teljes mértékben olyan nyitottság, hogy, hogy nincs, nem titkoljuk egymás elől semmit, akkor miért ne? Én azt gondolom, hogy van repülőgép, lehet jönni-menni, Nyilván nem egyszerű egy ilyen helyzet, nem tudom, hogy hogyan alakulna, hogyha jönne egy ilyen felkérés, de én azt gondolom, hogy ő biztosan azt mondaná, hogy tudja, hogy nekem ez nagy vágyam, és támogatna benne. És hát annyira nagy vágyad, és ugye néma gyereknek annyi sem érti a szavát, ezt minél több helyen el kellene mondani, hiszen rólad nem tudják, mennyire vágysz egy nagy szuperprodukció műsorvezetőjének lenni. Igen, de tehát... én nem vagyok ez a pussolós fajta. Tehát, hogy, hogy én, én próbálok így, így tenni, és akkor majd esetleg így a teljesítmény meghozza a gyümölcsét, de én nem vagyok az a fajta, aki éjjel-nappal ezt mondogatja, posztolgatja, járkál ide-oda ezt elmondani mindenhol. Tehát, hogy én, én bízom benne, hogy mivel a sportban is a teljesítménynek van gyümölcse, nem tudom. Tehát, hogy itt is így ezt így ráhagyom az univerzumra, aztán majd úgy is lesz valami. Jó, hagyjuk rá, de én nem hagyom. Mondd el azt a műfajt, amiben látod magad. Minek lennél az arca? Melyik műfajnak? egyébként a nagy műsornak még nem, mivel az élő. Tehát, hogy azt azért még úgy nem merném bevállalni, de majd egyszer oda is vágyok. De bármi, ami, ami kalandos, reality, akár van benne egy kis sport. Egyébként engem a beauty vonal is érdekel, hiszen mégis csak így a szépség kellene, meg a sportolónak egy ilyen ötvezete. Szóval elég sok minden érdekel. Öm, úgyhogy én nagyon-nagyon sok mindenre nyitott vagyok. Sőt, szerintem szinte mindenre nyitott vagyok. Így a, nem tudom, az ilyen nagyon komoly témák azokban úgy, úgy, azért nem annyira látom nem is illik magam. Hozzád, Igen, igen. Tehát ha... inkább valami fiatalos Igen, te még a nagyon pezsegsz, nagyon élsz. Azért a Dancing with the Stars nyerteseként Bercivel, hogy lehetséges, hogy a táncot most ennyire háttérbe szorított? Tehát úgy képzeltem, hogy te ezt soha nem Én is így abban. képzeltem. És mi történt? Hát azért nagyon rossz ez a, ez a műsor, mint hogyha így fogalmazhatok, mert mert az egy szakasza az életünknek, és sajnos annak egyszer vége van. És hiába szeretnék nagyon tovább táncolni, mert imádtam ezt a műsort, és mert úgy értem, hogy rossz, hogy a, ami az a része rossz, hogy véget ér, és mindenki visszatér a régi életébe. És hiába nagyon hiányzik a tánc, meg hiába nagyon vágyom arra, hogy újra táncoljak, egyszerűen annyira lefoglal a, a sok munka, hogy, hogy nem tudok rá időt szorítani, holott nagyon szeretnék. Tehát Magamat is győzködöm, meg egyébként, tehát hogy mindig próbálunk időpontot foglalni, hogy, hogy táncoljunk. Mondjuk inkább most a kortás van az az, ami, ami úgy igazán szerintem nem no, ki tudna fejezni. Mm. Tehát most inkább ott próbálkoztunk ezzel. De hogy, hogy ott, úgymond abban a pár hónapban, fél évben, kvázi az volt a munkánk, de, de, most, már, most már a saját életemben lévő munkák a munkám, ezért nem marad arra annyira idő, sajnos pedig nagyon jelzik. Timi, kívánom neked, hogy az a vágyad, mi szerint 37 éves korodra egy nagyobb családod legyen, <laughs> és abból sejtem, hogy három nővé nevelkedett nagy egyetértésben, szeretetben, mint a te családodban, nyilván több gyermekre vágysz. Annyit kívánok legezárásként, hogy ne egymásnak adogassák majd a farmert. Jo, légy van, aranyos jön. vagy. vagy. hogy itt voltál. Köszönöm szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.